szép szőlőföld. Ez egy tökéletes fürt. Suzanne és Ralph 24 éve portugízert kóstolni jöttek Magyarországra. Az akkor még a nyugat-németországi Heidelbergben élő házaspár Hugh Johnson boratlaszában olvasott arról, hogy itt van a világ legjobb portugízere. Ideérkezve aztán több más meglepetés is érte őket. És kiderült, hogy mindenki sváb, mindenki németül beszél, szóval első pillanatból tudtunk kommunikálni, első pillanatban valahogyan otthonnak éreztünk magunkat, legalább nem idegennek. Ezután gyorsan megszületett a döntés, Magyarországon maradnak. Mindössze 3 nap kellett hozzá, hogy találjanak egy 100 éves sváb parasztházat, amit aztán meg is vettek itt, Pécsdevecserem. Visszamentek összepakolni Heidelbergbe, és hátat fordítottak addigi életüknek. A helyiek sem nagyon értették a dolgot, igazi csodabogárnak tartották őket. Persze, nézd, hát itt minden fiatal elmegy, sőt, sok rokon vagy fiatal Németországban költözik, ti onnan jöttek, szóval kicsit furcsa volt nekik, de nagyon örültek neki, mert ez büszkék lettek, hogy mi jövünk, mert ez mutatta, ha onnan jövünk, ha jönnek, akkor mégsem olyan a világ végén van a szofalló, vagy mi, hogy mondjam. 1 évig csak a házat szépítgették, utána váltották valóra régóta dédelgetett álmukat, hogy saját szőlőjük és saját boruk legyen. Lett egy kőművésünk, és ő akkor feltétlenül el akart adni az ő kis 1400 méter portugízert, és nem hagyta abba eddig, hogy megnéztük. És hát jön meg a portugízek miatt ide jöttük, akkor ezt meg is vettük. Ott van a villa, a Siklosi vár. Csak innen lehet látni. Ma már 1,5 hektáron gazdálkodnak, méghozzá egy olyan új modern módszerrel, amit ők honosítottak meg Villányban és környékén. Úgynevezett biodinamikus gazdálkodást folytatnak. Ez azt jelenti, hogy nem használnak semmilyen mérgező termetet, és hogy a gazdaságra, mint egy élő organizmusra tekintenek, amelyben a gazda hangolja össze egymással az elemeket, mind fizikai, mind pedig spirituális értelemben. Én nem tudom, honnan jön ilyen, de akarok védelni a környék, és nem akarok elpusztulni valamit, és nagyon szomorú minden tavasz látom a szőlőből, ilyen glüfozát, cik a tőke alatt sárga lesz egészet, bárnázik egészet, és tönkrement a növény, és biztos... Hát a talaj élet. Igen, a talaj élet is. A módszer Németországból származik, ahol szigorú kritériumoknak kell megfelelni a gazdaságnak ahhoz, hogy meghaphassa a biodinamikus gazdaságok egyik legnagyobb elismerését, a Demeter címkét. Villányban Suzanne és Ralph gazdasága volt az első, amely Demeter gazdaság lett. Naturboraikat is ennek megfelelően készítik. Na, aha, 90 öxlő. Majdnem 90 most öxle, igen. Ez már 18 és fél? 19 és fél. 19 és fél magyar mustfok. Holnap lehet szedni. Szoktam itt összehasonlítani, akkor csak mint a gyerekek kicsi kísérni. Hát, ha el akar menni a jó utakból, akkor kicsit visszanyomni. Ez azt jelenti, néhányszor kéri egy kis levegőt, egy kis oxigént, akkor fejtjük. Néhányszor kéri egy kis redukció, akkor kap egy kisként. De ezt is minimális mértékben használjuk. Egy biodinamikus gazdaságban még a hordókon szereplő feliratoknak is jelentősége van. Az németül. Bársonyos jelet. Há, és az egy információ, és gondolom az erős működik, és a bor lesz számtik, lesz bársonyos. Ezt kívánunk még belőle, ebben a hordóban még egy kis bársonyosság. Igen, és minden számít. Pince butor. Suzanne és Ralph borai már egész Európában keresettek, sőt Amerikába és Kanadába is szállítanak.
ide jönnek kóstolni, és akkor egyszer csak mondom, nézd meg, kiráz a hideget. És ilyen reakciók vannak. A nagy hőség és a rendkívüli szárazság a biodinamikus gazdaságokban is rányomják a bélyegüket a termésre. Na nézzük, mennyit esett. Na, ebben a száraz évben 5 milliméter lett. Jobb, mint semmit. Igen. Ralf és Zuzán azonban bizakodóak. A hiányzó csapadékot Levendula Csalán és Kamilla Tea permettel igyekeznek ellensúlyozni a szőlőben. Szárazsági stressz van, mert már ledobja. Ez a tőkő meg fog halni esetleg. Már ideig száraz. Ilyen is van. Ha most nem jönne egy jó eső, amit azt jelenti, hogy minimum 30-50 milliméter, és tovább fog szenvedni, akkor csak ilyen kényszerérés lesz. Akkor nem lesz igazi érés. És akkor nem tudunk jó bort belőle készíteni. A kékfrankos jó lesz, ezt már lehet látni, ő már finom is, és nagy, a bogyók normális, nagyok, minden normális. Ő ezt valahogyan jobban viselte, de pont a Cabernet Franc nálunk nem jól viselte. De mennyit is iszik saját 6000 liternyi borából egy boros gazda? Minden nap. Egy pohár az mindig, mint gyógyszer, és gyógyszer kell. Gyógyszer kell. Na, csodás gyógyszer.